Mind a két kezemet be kellett gipszelni. Aki a kulisszatitkokra volt kíváncsi, az a művészekkel együtt vezetett formában az egész épületet, a pincétől a padlásig végigjárhatta. A délelőtti sétát Ballér Bianca vezette, aki azt mondja, nagyon szeret a közönséggel előadásokon kívül is találkozni. Amikor még nem voltam színész, vagy hát amikor még nem végeztem az egyetemet, és csak gimibe jártam, akkor mindig egy ilyen nagyon különleges élmény volt színházba járni, és beleszagolni a levegőbe az előadásoknál. Mindig próbáltam előreülni, hogy érezzem a színészek illatát, meg az egész egy számomra egy ilyen nagyon különleges hely volt, és mindig alig vártam, hogy eljussak színházba is. A színház épületében egy selfie pontot is kialakítottak, ahol jelmezben fotózkodhattak az érdeklődők, valamint többféle zenés műsor is várta a teátrumhoz látogatókat. Az intézmény igazgatója az esemény kapcsán hangsúlyozza, a Székesfehérvári Színház a közösség színháza, és a társulat is szívesen hozza össze a környékben élőket, nem csak az előadások alkalmával. Minden évben, amikor a koronázási szertartás játékot elkezdtük, akkor mindig előtte a Latinovics Zoltán előadásában felhangzott Ady Endrének Int és az őrzőkhöz című verse, és abban van egy sor, ami úgy szól, hogy az élet él és élni akar. És ez tulajdonképpen a mai napnak is lehet a mottója. Az élet él és élni akar. Covid ide, Covid oda. Energiárak ide, energiárak oda. Az emberek élnek és élni szeretnének. És szeretnek élni. Szeretnek élni, szeretnek enni, szeretnek inni, szeretnek jókedvűek lenni. Ez a nap tulajdonképpen erről szól. A színházban most a Julius Caesar című drámát próbálják, melynek október 8-án lesz a premierje.